A folytatásban maradunk a vallási témánál, és beszámolunk az Egedhegy dűlőin tartott határszentelésről. Így van, a szertartást minden évben Szent György vértanú napján tartják. Az Egri Szent Andrea szőlőbirtok zarándok utat szervezett az Egedhegy dűlőire, hogy Isten áldását kérjék a bőséges termésre, és hálát adjanak a teremtett világért. Minden nehézség ellenére van jó ízű magyar egri bor a pohárban. És a mai napon elismerjük azt is, hogy ehhez Isten áldása kellett. Tulajdonképpen én évek óta tudom, hogy van Gyuréknál ilyen határszentelés, és Szent Andrea borászathoz kötődően, és hogy Gyurival mi, mondhatom, talán jó barátok vagyunk. És tehát, hogy ez így sok éve volt vágy, hogy egyszer eljönni, és most sikerült, és nagyon örülök neki. Hát csak ezért jöttünk Egerbe. A templomban az ünnepi szent liturgia után kimegyünk zászlókkal, úgynevezett ünnepies formában, körmenetszerűen a földekre, búzamezők szélére, és ott végezzük el ezt a szertartást, kérve Isten áldását, hogy amikor az ember verejtékes munkája megtörténik, akkor kapjunk felülről is áldást. Ez a hagyomány, hogy Szent György nagy vértanú névnapjánál ünnepében, ünnepkörében történik mindig a határáldás, tehát ez ilyen értelemben kapcsolódik össze. Ugyanakkor pedig, hogyha az ünnepet méltó módon megéljük, azért ez a lelkiség, ez az áldozat az erősít kifejezése. Tehát, hogy legyőzte a gonoszt, megvallotta a hitet, és állatatos maradta a gondviselő Isten hitében. Egy nagyon nagy példa, úgy gondolom, mindannyiunk számára, és el is gondolkodtató, hogy vajon el tudunk állni. Csak egy mákszemit is, ugyanúgy, mint Szent György. Amióta Balázs atya itt szolgál az Egri Görögkatolikus Szervező Lelkészségben, az a hagyományos rituálé, ami a határszentelés itt is újra meghonosodott, és aktív részesei lehetünk, és hát nagyon örülünk, hogy ráadásul igen, emblematikus hegyéről, a Nagy Egedhegyről folytatódik ez a nagyszerű szertartás. Ugyanis itt az egész vidék megáldatik, hogy így mondjam. Mindig izgulunk, hogy lesz-e termés, meg tudunk-e élni. Ezzel a könyörgéssel és határáldással pont ez a célunk, hogy valóban az a szeretet, amit felénk hát a gondviselő Isten sugal, és az a bőség, amivel el akar minket árasztani, az valóban meg is érkezzen, hiszen azt próbáljuk cselekedni, amit ő szeretne. Annyira elszakadtunk, mint emberek a földtől és a természettől, hogy ezek a napok mindig ezt az emlékeztetőt hozzák meg számunkra, hogy mennyire ide is kötődünk, mennyire fontos a természet, mennyire fontos a Jóisten és a kettő kapcsolata. Az, hogy a mi emberek mennyire tőle függünk, mennyire, hogy szó, hogy pozitív értelmében, és hogy mennyire hálásak lehetünk azért, amit kapunk tőle. Az ember elidegenedett a természettől. Nem érzékeli a szépségét kellőképpen, nem merít belőle, ahogyan kellene, és ez az elidegenedés megszüli azt a furcsa gondolkodást, hogy olyan sok minden természetes számunkra, ami a természetben erőfeszítéssel jön létre. Ha az ember látja ezeket, akkor egy kicsit elismeri egész maga kicsinységét a természettel szemben és Istennel szemben. Áld meg, Úristen, a szőlőföldeket és szántóföldeket, hogy az aratás és szület idején bő termést hozzanak, és semmiféle nemű csapás ne érje azokat. A szertartás folyamán felolvasunk 4 evangéliumi szakaszt. És az egyik evangélium arról beszél, hogy a magvető magot vet.
És hát egy másik helyen Jézus magát is maghoz hasonlítja, és bizony nagyon fontos mozzanat, hogy az emberi test is egyfajta mag. Ha pedig a hitünknek olyan gyümölcse lesz, hogy elhalnak a szenvedélyeink és minden rossz dolog az emberben, hogy ki tudjon bontakozni. A krisztusi ember akkor 30, 60 és 100-szoros termést hoz. Ennek a analógiája lelki értelemben megjelenik a szertartásban, és ráadásul látjuk, hogy milyen érdekes a dolog, hiszen egy búzaszemből valóban 30-60-100-szoros, ha nem nagyobb termés van. Ha az ember elismeri maga fölött Istent, és azt az ajándékot, amit Istentől kapott, a világot, a természetet, a földet, ha ez az elismerés megtörténik, akkor helyreáll egy rend. És ennek a rendnek a kifejezője is ez a szertartás. Az áldások, amelyeket négy égtáj felé teszünk, egyfajta elismerés is. Imádjuk Istent, aki nekünk adta a természetet, és elismerjük, hogy amikor szántottunk, amikor tárcsáztunk, amikor trágyáztunk, amikor elvetettük a magot, még mindig kevés. Kell hozzá az az áldás, ami aztán füvet hoz elő, aztán galászt érlel, ahogyan Jézus az evangéliumban beszél is. És mindez úgy történik, olyan észrevétlen jó indulattal Isten részéről, hogy a magvető nyugodtan alhat, nem is tudja, hogy közben ez zajlik. De amikor ezt a szertartást elvégezzük, akkor tudatossá tesszük. Nem az ember az Isten, hanem csak teremtmény. Aki kijön ide, vagy kimegy a határba, bárhova, azért hihetetlen rá lehet csodálkozni a gondviselő Istenre, hiszen a teremtett világából meg tudjuk ismerni őt, hogy micsoda a csodálatos és mennyire nagyszerű dolog egyáltalán emberként élni a maga nehézségével. Meg bevallom őszintén, hogy amikor ide feljöttünk, erőfeszítést téve erre a magaslatra, eszembe jutott, hogy Isten fogadja ezt az áldozatunkat, nem csak a négy égtáj felé az áldást kérve, hanem adjon békét is, és óvja meg a világot attól az esztelenségtől, hogy a természetet is elpusztítsa az emberiséggel együtt. Nyilván az ember Isten nélkül elveszett, és ezt is kívánja szolgálni. És hát azok a kedves emberek, akik ide évről évre kizarándokolnak, egy picit azt kell mondanom, hogy sajnos kemény mag, pedig azért látjuk, hogy mi van a világban. Tehát, hogyha több imádság lenne, akkor sokkal nagyobb megnyugvásban élhetnénk, békében és egyéb dolgok. Én remélem, hogy nyilvánvalóan másban is feléled az a vágy, hogy ebben a lelki odaadottságában a közösségért is tegyen, és ne pedig a félelmetes magányába visszahúzódva élje az életét. És picit úgy érzem, hogy ezek a kedves emberek, testvéreim, akikbe kijönnek, azok ugyanúgy, mint a szerzetesek, azzal a kis imával fenntartják a világot, ami azért nagyon sokunk életét szolgálja. Bizakodunk benne, hogy ezzel az apró cselekedettel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy akár most így mondom, a magyar határ és a magyar nemzet fölvirágzik és áldott lesz. Szent György nagyvértanúnak a oltalma alatt állnak, legyen ez érezhető az elkövetkezendő időben is. Amen.